A következő műsor nem jöhetett volna létre a Greenbox stúdió támogatása nélkül. Sziasztok! Én Fóger Frigyes vagyok, és ez a Kulturális Kreatívok blog adása. Mai vendégünk Grand Pierre Attila. Mi történt veled, amióta nem találkoztunk? Hát rengeteg sok jelentős esemény. Többek között megjelent két könyvem. Az egyik az Élővilág Egyetem könyve, uh-huh. A másik pedig a Helios. A nap és az élet új nézőpontból, és James Lovelock ajánlásával, aki a legnagyobb név ezen a téren, és hát az ő könyve, ami a Föld, arról szól, hogy a Föld az igazából egy élő lény, és egy önszabályozásra képes, és önszabályozó rendszer, és amikor ezt 1979-ben megírt, ez a könyv 3 millió példányban kelt el, és először sokan kételkedtek, az elméletben, annyira merész volt, és azóta viszont egyértelműen elfogadták, megalapított egy új tudományt, a Föld rendszer tudományát, hogy rendszer szemléletből, mint egy egységes, önszabályozó rendszert, így vizsgáljuk a Földet ebből a szempontból, és bebizonyosodott, hogy az előrejelzései az elmélete valóban megalapozott, úgyhogy ma a brit tudománynak talán a legjelesebb alakja, és ez a könyv pedig a Helios, ennek a Gaia könyvnek, ami a Föld élő műholdáról szól, ennek a párja, mert ez pedig arról szól, hogy a nap is egy élő lény, az is egy önszabályozó, nem csak rendszer, hanem valóban egy élő szervezet. Úgyhogy annyiból más, mint a Gaia elmélet, hogy nem csak azt vizsgálja, hogy önszabályozó rendszere, hanem azt, hogy valóban élő-e. Ezért ez a könyv két témával foglalkozik, egyrészt a naptevékenységgel, a nap önszabályozásával, másrészt pedig az élet miben létével, az élet természetével, és sikerült megragadni az életnek a lényegét, és így sikerült bizonyítani azt, amit Lovelock még nem tűzött ki célul, hogy az élet, arra a kérdés, hogy mi az élet, ami arra azt mondják, hogy minden kérdések anyja, erre is sikerült választ adni tudományos megalapozottsággal és közérthetően, úgyhogy a harmadik rész ennek a könyvnek, arról szól, hogy mit jelent ez a mindennapokban egy átlagos olvasó számára, hogyan tudja ezt hasznosítani a mindennapi életében. Tehát a harmadik része az már egy önfejlesztő könyv, a nap és az ember kapcsolatáról szól. Jó, de oké, biztosan a nézők is tudják, hogy nem csak a művészeti pályán alkottál maradandót már, hanem ugye csillagász is vagy. Igen. Én bevallom őszintén, amikor először ezt az önéletrajzodat olvastam, meglepődtem. De most ezen átugorva, ahogy hallgatlak egy kérdésemben bennem, hogy mire jó ez nekünk? Hát arra jó, hogy a mai ember egyrészt a tudomány fejlődéséhez hozzátartozik, hogy megismerjük a világot, a valóságot. És hogyha a nap élőnek bizonyul, ez egy óriási fordulatot jelent a tudomány fejlődésében, tehát ez egy történelmi jelentőségű vívmány. Na de nem csak erről van szó, hanem mivel történetesen mi is élőlények vagyunk, ezért minket személyesen is élőlény mi voltunkban is érint az, hogy a nap élő, mert az azt jelenti, hogy van bennünk valami közös a nappal, és éppen a legmélyebb alapunk, az élőlény mi voltunk, az közös a nappal. És ráadásul, hogyha felfedezzük azt, hogy az élet az milyen természetű, akkor az életünket tudatosabban tudjuk élni, és erre ma rendkívül nagy szükség van. És hogyha figyelembe vesszük azt, hogy milyen helyzetben él ma az emberiség a Földön, elkerülhetetlen, hogy az anyagi civilizáció egyoldalúságát meghaladjuk, mert a Földnek az anyagi erőforrásai végesek.
és a környezet olyan katasztrofális állapotban van, hogy ezt a fajta növekedést, amit az anyagi fejlődés egyoldalúsága megkívánna, ez fenntarthatatlan. Tehát kénytelenek vagyunk, hogy úgy mondjam, a Föld pont úgy van kitalálva, hogy előbb-utóbb a Földnek a értelmes civilizációja kénytelen átállni az anyagi fejlődés egyoldalúságáról a lelki-szellemi fejlődésre is, és abban, hogy legyőzés, mert ez az anyagi fejlődés egyoldalúsága kiváltotta azt, hogy elidegenedtünk önmagunktól, elidegenedtünk a naptól, elidegenedtünk a természettől. Ha a napról kiderül, hogy élő, ez egy olyan óriási jelentőségű változást jelent a lelki épségünk számára, hogy a gyerekek még közel élnek a naphoz lelkileg, de a felnőttek eltávolodtak, elidegenedtek a naptól. A felnőttek énje egy hatalmas nagy fordulatot kell, hogy megtegyen, hogyha fölismerjük, hogy a nap élő, és visszanyerhetjük a teljes lelki épségünket. Tehát tulajdonképpen mindenkinek, minden egyes embernek a személyes magánügyei közül az egyik legfontosabb, hogy visszanyerje a lelki épségét, és ebben óriási segítséget jelent, ha megértjük, hogy a nap valóban, a nap élő mi volta, mi mindennel járul hozzá az életünk fenntartásához, és az életünk és a lelkünk épségéhez. És mi ez a tűz benned, ami hajt előre, hogy ezt mindezt megosszad a körülötted lévő emberekkel? Úgy gondolom, hogy az élet éppen azért, mert egyetemes, az életben benne van az a vágy, hogy az élet arra irányul, hogy az életet fönntartsa, fejlessze, megvédje, megőrizze és továbbadja. Tehát, hogyha tudatosak vagyunk és lelkileg is kapcsolódunk ahhoz, hogy átérezzük az életnek azt az elképesztő, csodálatos természetét, ami abból fakad, hogy az élet az egy kozmikus jelenség, és az egész világegyetemben úr, és a végső soron az egész világegyetem az élet markában van, hogy úgy mondjam, az élet ölelésében, és éppen ezért az élet legyőzhetetlen, és nem lehet, miután egy természet törvényt jelent, az élet győzelemre ítéltetett a természet törvényei által, és ezért ezért is érdemes átállni, meg azért is, mert mi személyesen élőlények vagyunk, érdemes átállni az élet oldalára, és megvizsgálni, és átérezni azt, hogy mi igazából, mint élőlények is, teljes jogú élőlények legyünk, és hogyha ezt átérezzük, akkor az ember még jobban összekötődik minden élőlénnyel, tehát az embertársaival is, és az a Földnek a sorsával is, mint élőlénynek, a Napnak a sorsával is, és személyesen érdekeltnek érzi magát abban, hogy előre lendítse az élet ügyét itt a Földön, és ez az, ami tulajdonképpen hajt. A kulturális kreatívok imádják a sztorikat, a történeteket. Ezt a 13 éves tudományos kutatásból ez világosan kiderül, illetve a könyvben, amit Paul Ray és Sherry Ruth Anderson publikáltak. És mi, hogy imádják a sztorikat, tudnál nekem kiragadni ebből a könyvből egy olyan történet, egy rövid sztorit, ami esetleg kedvet csinál a nézőkben, hogy megvásárolják? Hát sok-sok olyan történet van benne, amik minden fejezethez írok egy olyan bevezetőt, ami igazából elmondja azt a történetet, hogy hogyan jutottam ezekre a felfedezésekre. És talán kétféle dolgot lehetne elmondani. Egyrészt egy példákkal lehetne szemléltetni azt, hogy miről van szó. Tehát vegyünk csak egy olyasmit vegyünk figyelembe, hogy a napnak a tevékenysége azt jelenti, hogy napfoltok jelennek meg a felszínén, napkitörések, anyagáramlások, és ez 11 évenként változik a mágneses tere a napnak. Na most ennek a mágneses térváltozásnak a fizika egyenlete és a nap modellje alapján több milliárd év alatt kellene a mágneses tér erősségének a felére csökkennie. Ez olyan, mintha egy sivatagban lenne egy magas homokdomb, és az több milliárd év alatt kellene lassanként, miután a homokszemek legurulnak az oldalán, lassanként a felére csökkentse a magasságát.
Na most ehelyett, hogy több milliárd év alatt lassanként a felére, majd megint a felére, de sohasem nullára csökkenne, ehelyett zsupsz milliárdszor gyorsabban 11 év alatt teljesen eltűnik, ami soha nem történhetne meg. Teljesen eltűnik, mint hogyha semmi sem történt, mint hogyha soha nem lett volna mágneses tere. Majd pedig miután 2-3 évig semmi, egyetlen napfolt sem látszik rajta, mint hogyha kisimulna ott a sivatag, ahol ott volt az a magas homokdomb, utána pedig egy ugyanolyan mély völgy keletkezik, és attól mi hajtja ezt az egészet? A mágneses térnek a változását a belső anyagáramlások hajtják, mert ezek magukkal viszik a mágneses teret, és ezek tudják csak előidézni ezt a sokkal gyorsabb változást. Na de ezeket úgy lehet elképzelni, mint hogyha belső örvények ébrednének ebben a homokdomban. Most hogy olyan örvényeknek kell ébredniük a homokdomban, ami képesek arra, hogy beszippantsák ezt a homokhegyet. Na de ez azt jelenti, hogy ezeknek a belső örvényeknek, tornádóknak egymással is együtt kell működniük ahhoz, hogy az egész el tudjon tűnni. Na most mi biztosítja ezt az intelligenciát? Tehát itt van egy milliárdszoros gyorsítás, ugye, ami az élőlényekben milliárdszor gyorsabban zajlanak le a biokémiai folyamatok, mint egy kémcsőben. Mert az enzimek biztosítják. A napon az ember nem gondol, hogy itt is ugyanaz történik, mint az élő szervezetek, mert milliárdszorosan fölgyorsítja. És ráadásul nem véletlenszerűen, nem vaktában, hanem különleges intelligenciával megszervezetten, együttműködően. Ugye, itt ez egy magasabb értelem bontakozik ki, egy biológiai szerveződés, és ezek a folyamatok, amik a naptevékenységet, ahogy közelebbről megvizsgálják, én több mint 4 évtized ezzel foglalkozom, és amikor megvizsgálják, kiderül, hogy ezek a folyamatok mind olyan folyamatok, amik kijátsszák a fizika törvényeit. Törvényszerűen kijátsszák, és aminek le kellene csökkennie, az úgy változik, hogy folyamatosan regenerálja magát, és a termodinamika második főtételével ellentétes irányú folyamatokat indít be, akár csak az élő szervezetben. És az egész naptevékenység hihetetlenül szervezetten az összenergiáját arra fordítja, hogy a saját tevékenységét fönntartsa, és a következő naptevékenységi ciklust előidézze. Tehát nem vaktában történik, hanem valami cél és értelem járja át. Olyan dinamó a naptevékenységnek a motorja, ami egy gép. Na most gépet nem tud létrehozni semmi más, csak ember. Ugye vagy a sejtekben is vannak molekuláris gépek, de a sejtek is élő lények. Na most akkor hogyan létre egy gép a napon? Ami a naptevékenységnek a motorja. Ugye tehát ezek olyan hajmeresztő kérdések, hogy teljesen új dimenzióba helyezik a naptevékenységet. És éppen ezért érdekes, hogy ennyire merész elméletet ilyen jelentős tudós támogatásáról biztosított. Na most egy történeteket sokat tudok mesélni, és sok benne is van ebben a könyvben. Az egyik például az, hogy amikor rájöttem arra, hogy ezek az anyagáramlások, ezek a mai elméletek szerint véletlenül indulnak be, és mégpedig úgy, hogy az atomoknak a véletlen hőmozgásából. De mivel megnéztem azt, hogy egyetlen egy olyan forró buborék, amik ezt a hőáramlást jelentik, az 1000 kilométer nagy, ezért az összes molekulának úgy kellene egymással véletlenül ütköznie, hogy ebben az 1000 kilométeres térfogatban az összes molekulának véletlenül nagyobb legyen a sebessége, mint ami kívül van. Az egy csillagászati számú molekulának kellene nagyobb energiájúnak lenni mindegyiknek. Már az, hogy egynek jelentősen nagyobb, már az is kevésé valószínű, de az a törvény, hogy törvényszerűen fordul elő az, ami kivételes, ez nem fordult elő véletlenül. Uh-huh. És amikor ezt elmond, tehát erre egy másik folyamatra van szükség, egy szervező folyamatra. Amikor ezt 1984-ben a kandidátusi ösztöndíjam, aspirantúrám megírása során kikerültem 4 hónapra tanulmányútra a Bürokáni Asztrofizikai Obszervatóriumba. Ott a világ egyik legjelentősebb, a világ 10 legjelentősebb csillagászának az egyike, Viktor Ambarcumian ott volt az előadásomon, az ő intézetében tartottam a bemutatkozó előadásomat, és amikor idáig eljutottam az előadásomban, akkor félbeszakított az Ambarcumian, hogy álljunk meg egy pillanatra, ezt most mondjam el még egyszer, mert ez egy fontos gondolat. Elmondtam még egyszer el kellett magyaráznom,
És aztán utána még mondtam az előadásomban pár érdekes dolgot, és az előadásom végén odajött hozzám a világ egyik legjelentősebb csillagásza, és azt mondta, hogy nagyon érdekes gondolataim vannak, és szeretne velem minden szombaton 10-től 12-ig beszélgetni. És 4 hónapig, amíg ott voltam, a lakosztályában minden szombaton délelőtt beszélgettünk a csillagászat legújabb vívmányairól és a gondolatainkról. Úgyhogy így indult a pályafutásom. Viszont ugye az emberiség fejlődésének különböző kultúrkorszakaiban azért a nap az általában mindig a központi helyen volt. Így van. Most itt, ahol ebben az időben, ahol most élünk, számodra, nem csak csillagász számára, még mi lehet a nap? Azon kívül, amiről most eddig beszéltél. Igen. Kiderült, hogy a nap maga szervezi meg ezeket az anyagáramlásokat, mégpedig hihetetlen értelemmel, és úgy, hogy egy egységes, csodálatos élőlény, ami szinte tökéletes, tehát nem gyarló. Hanem azt szoktuk mondani, hogy a természet az a zsenialitásnak a netovábbja. Hát a természetnek az egész világegyetem, ami mint egész láthatatlan, ugye csak a részeit látjuk, a természetnek, ennek a láthatatlan, zseniális erőnek az első, legközelebbi megnyilvánulásai a csillagok. Vagyis, hogyha ez a zseniális természetnek az első nemzedéke a nap. Na most, hogyha ez a zsenialitás, ami természetben ott van, az első nemzedékében kell a legjobban megnyilvánuljon, akkor a napban a naptevékenységnek zseniálisnak kell lennie. Na most ez is megvan. És ez is, hogy tényleg egy elképesztően elegáns, és a legkisebb, tehát úgy irányít, hogy minden úgy van eleve beállítva, a fizikai viszonyok, úgy vannak a nap tömege, a napnak a bolygók tömege, a bolygók távolsága, minden úgy van beállítva, hogy szinte a legkisebb energiával kell a napnak egy-két ilyen billentyűt, hogy úgy mondjam, benyomnia, és már is az egész naptevékenység ezt a csodálatos szervezettséget mutatja. Tehát egy elképesztő elegancia van e mögött. Na most, ha a nap élő, akkor az azt jelenti, hogy a napnak a hatásai, a napsugárzás, a napfény, az is az életet hordozza. Tehát és az ősi tudásban benne van, a magyar mitológiában ugyanúgy, ahogy Egyiptomban is, hogy amit elmeséltem, és itt egy második történet, hogy elmondtam a feleségemnek, hogy képzeld el, hogy arra jöttem rá, hogy igazából a napfényben a napnak az élő mi volta is utazik, és ez azt jelenti, hogy ezt úgy lehetne elképzelni, mint egy hologramot, ami ott utazik a napfény, az nem csak egy egyszerű foton, hanem az egy olyan képet alkot, ami egy térbeli kép, és ami egy hologram, és ebben az élet utazik, tehát olyan, mintha tündérek utaznának, és minthogyha, mivel itt ez egy élő információ, nem csak adatot jelent, hanem egy cselekvő információ, tehát olyan, mintha, hogy ennek köszönhető az első sejt létrejötte, mert ez építette föl. Tehát cselekvő fényről van szó, mert ez építette föl a sejteknek a biológiai funkcióit, ez állította össze azt a házat, amiből létrejött az első sejt, aznek a háznak a belső közüzemei rendszerét, az energiarendszerének a biztosítását, ez a napfény segített összeállítani, és hogy ez a cselekvő fényről van szó. És akkor a feleségemnek kicsit megáll, gondolkodott, azt mondja, hát az Egyiptomban is így szokták ábrázolni, az ókor Egyiptomban, hogy a napfénynek a végén emberi kéz van. Cselekvő fény. És utána megnéztem, és tényleg ott volt cselekvő fény, de nem csak ez volt ott, hogy emberi kezek, hanem volt egy olyan jel, ami egy kereszt, és van egy ilyen karikaszerű fej a tetején, és ennek megnéztem, hogy ez mit jelent, és ez azt jelenti, ez az ank, az élet kulcsa. The key of life, az élet kulcsa. Tehát ott utazik a napfényben az élet kulcsa. Ott van benne a magyar mitológiában és az egyiptomi képeken egyértelműen ugyanaz a gondolat, amit én fölismertem. Tehát tulajdonképpen ez, hogy a nap az csak egy izzó gázgömb, ez egy képtelenség. Tehát ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy igaz az, hogy a nap izzó gázgömb. Ugyanúgy igaz, mint az, hogy mondjuk az a kis magzat,
mert a nap azt tulajdonképp úgy lehet elképzelni, mint egy élő lény, egy nagyobb élő lényben a világegyetemben. Mint az a kis újszülött, hogyha azt mondjuk, hogy a nap az egy izzó gázgömb, ami magenergiát termel, akkor az olyan, mint hogy azt mondanánk, hogy az újszülött az egy hőt sugárzó, oxigént égető szénhidrát. Ugye? Az újszülő igaz, tényleg hőt sugároz ki, mert melegebb a környezetén, mert 36 fokos, vagy 37 fokos. És tényleg oxigént éget, mert úgy lélegzik. De nem, és tényleg szénhidrát, mert van benne szénhidrát. De a csecsemő az nem az. Tehát ennél sokkal több. És ezt a sokkal többet fedeztem fel a napban. A fényről is beszéltél, de tulajdonképpen mi a fény? A fény az egy csodálatos megnyilvánulás, amit anyaginak tekintünk, és a fizikai törvények egyeduralma alatt állónak gondolunk el. Valójában rendkívül különös jelenség, mert a kvantumfizika az, ami igazából többet tud róla mondani, de szerintem még nem ismeríti ki a fénynek a miben létét. És az én több évtizedes munkám arra a felismerésre vezetett, hogy a kvantumfizika felfedezésével a tudomány fejlődése nem állhat meg, és a kvantumfizika után következik egy még mélyebb valóságszintnek a felfedezése, és ez a még mélyebb valóságszint, ez az, ami a kvantumfizikán keresztül megnyilvánul, de úgy, hogy ez a még mélyebb valóságszint képes irányítani a kvantumjelenségeket, és ez a még mélyebb valóságszint, ez az életnek a világa, a biológiának a világa. Úgyhogy a 17 éves koromban kaptam születésnapomra az Elméleti Biológiai című könyvet édesapámtól, Bauer Ervin írta, és az egész világon akkor ez a könyv egyedül magyar nyelven jelenhetett meg, mert a Szovjetunióban, ahol ugye oroszul megjelent 1935-ben, ott betiltották és bezúzták. De ennek a magyar származású szerzőnek a könyvét sikerült 1967-ben magyar nyelven kiadatni, és itt én rögtön meg is kaptam születésnapomra, és felfedeztem, hogy ez az elméleti biológia valóban alkalmas arra, hogy az élet lényegét megragadja, és ráadásul az élet lényege az egy természeti törvény, tehát a kommunizmus nem fogja legyőzni az embert, mert az életnek benne, a törvényében benne van, hogy vissza kell nyerni a teljes épségünket. Tehát úgy, ahogy egy letaposott fűszál is fölegyenesedik, és ahogy az egyik fűszál, utána a másik fűszál, és a harmadik, és a fűszálak beláthatatlan nemzedékei következnek, az élet mindig megtalálja a megoldást hosszú távon. És most is meg fogja találni ebbe az őrült ellentétbe, amit egészen biztos, hogy az emberiségnek is feladata van a világegyetemben, nem véletlenül, nem vakvéletlenül jött létre az ember, hanem a világegyetemben, az élő világegyetemben fontos szerepe és küldetése van. Éppen ezért, hogy úgy mondjam, a világegyetem, az élő világegyetem nem hagyja, hogy az ember a saját hibájából elpusztuljon, vagy végképp ne tudja ellátni azt a kozmikus szerepet, amire hivatott, és amit be kell töltenie. Ezek szükségszerű állomások, amiken keresztül megyünk, nem könnyű, hanem sokszor fájdalmas állapotok, de ezeknek a fejlődési szakaszoknak a nehézségét éppen azáltal lehet lecsökkenteni, illetve könnyen és jól és lehető legépebben, legegészségesen kikerülni ezekből a nehéz helyzetekből, ha tudatosan törekszünk arra, hogy az életünket minél teljesebben, minél egészségesebben éljük, mind a természetről, a valóságról, a világegyetemről próbáljunk meg a lehető legmegfelelőbb képet alkotni, egy természetközpontú világfelfogást kialakítani, mert végül is a természetben élünk legalapvetőbben, és a társadalomnak föl kell ismernie, hogy nem élhet a természettel ellentétben, mert akkor a társadalom a természetnek egy kórokozója, és ezt előbb-utóbb a természet nem fogja védekezés nélkül hagyni. Azt azért ugye mindenki tudja, hogy Newton, mint tudós,
igencsak meghatározó volt az eddigi fejlődésünkben, a mai napig. Viszont ugye való elsikadt tapasztalataim és információim szerint Goethének a természettudományos munkássága. Te erről tudsz valamit, hogy Goethe mit adott át az embereknek? Ismersz a munkájából valamit, például a szintanról, vagy ez nem áll közel annyira hozzád? Goethe egy rendkívül érdekes természetfelfogást és tudományfelfogást alakított ki, és jelentős teljesítményt tett le az asztalra, és egy olyan természet közelibb, természetbarátabb, életbarátabb felfogásnak az alapjai dolgozta ki, amivel megelőzte a korát, és szerintem Goethének a tudományos munkáját újra fel fogják fedezni, és újra ismertebbé fog válni, mert eljött az az idő, az a korszakváltás, ami a 21. században elkerülhetetlenül be fog történni, már el is kezdődött, és ez a kor egy szemléletváltással jár, amiben az élet felértékelődik, mert abban a korban, amit a Newton határozott meg, az anyag volt a meghatározó, a fizika volt a meghatározó, ezért a lélek, az élet háttérbe került, az emberi mi voltunk leértékelődött. Ugyanakkor rengeteg sok anyagi vívmányt köszönhetünk ennek a tudományos forradalomnak, ami azonban törvényszerű módon, mivel az első kezdeményezés mindig egyeduralkodó, addig, ameddig nincs más, addig sokan hajlamosak azt hinni, hogy ez minden. És ezért az anyag tudományának a felfedezése ugye minden mást háttérbe kerített, és most viszont, hogy eljött a 21. század, és ez a biológiai évszázada, és a Földnek, az erőforrásának a kimerülése, az emberiség mai helyzete, a túlélésünk szükséges és elkerülhetetlené teszi a szemléletváltást, és ez a szemléletváltás már folyamatban is van, többek között éppen a kulturális kreatívok rendkívül jelentős mozgalma, hogyha lehet ezt így mondani. Világjelenség. Világjelenség, mondjuk így. Mert remélem, hogy majd mozgalommá is tud válni. Legalábbis egy közösségi jelleget ölt, ez nagyon hiányzik, hogy ez a világ lakosságának a talán 30-nál is több százaléka egymásra találjon, és képes legyen az emberiség sorsában az emberiség javára szolgáló folyamatokat beindítani. Itt Magyarországon, az itthoni millióban hol tartunk most? Nagyon nehéz felmérni, mert nem tudunk, azt se tudja még a legtöbb olyan ember, aki ennek már a szemlélete változóban van, hogy ő már nem tartozik oda azokhoz a... Hogy sokan egyedül érezzük magunkat, ugye úgy gondoljuk, hogy csak mi velünk történik meg, mi nem tudunk a többiekről. Viszont Magyarországon is én találkoztam egy olyan felméréssel, hogy Magyarországon a 40%-ot közelíti a kulturális kreatívoknak az aránya. Igen. Tehát sokan vagyunk, sajnos a nihilisták aránya is magas, de én biztos vagyok benne, hogy itt az a minőségi többlet, amit a tudatosság jelent, amit az olvasás, a gondolkodás, az életminőség javítására törekvés, ami egyébként szintén egy nagyon jelentős világmozgalom, ez elkerülhetetlenül azzal együtt jár, hogy tudatosabban éljük az életünket, és ahelyett, amit készen kapunk, ahelyett megpróbáljunk tudatosan kialakítani egy olyan életvezetést, ami biztosítja azt az életminőséget, azt az életnek azt az elfogadható minőségét, ami a számunkra szükséges, és ami egyébként az élet alaptermészetéhez is hozzátartozik. Tehát ezek a törvényszerű folyamatok, és azt gondolom, hogy az a tudatossági többlet, amit azok az emberek, akik részt vesznek és tudatosan vesznek részt ebben a folyamatban, azok képesek lesznek arra, hogy abban a folyamatban, ami a történelmet alakítja, és ami sokszor ebből a szempontból öntudatlanul alakul, a tudatos tényezőnek kimagasló irányító szerepe
lehet. Úgyhogy nagyon egyetértek azokkal, akik úgy gondolják, hogy a tudatosságnak egy kritikus többlet szerepe lesz ebben a folyamatban. Ja. És te hiszel a csodákban? Én azt gondolom, hogy a mai ember eltompult az érzékelésünk a valóságnak a létteljesség iránt. Uh-huh. Tehát amikor a létteljességet, az életteljességét megérezzük, ugye sokszor a katartikus pillanatokban, megtisztító vagy megrendítő pillanatokban ráeszmélünk arra, hogy az élet sokkal hatalmasabb csoda annál, mint amilyennek a hétköznapi, hogy úgy mondjam, békatávlatokból látszik. És én úgy gondolom, hogy a világegyetem, a természet egy elképesztő csoda, egy olyan zseniális életteljesség, egy olyan hajmeresztő alkotóerő, egy olyan emberfeletti értelemnek a megnyilvánulása és tudatosan megérthető csodája, ami messze meghaladja a mai materialista látókört, és a materialista látókörből bizonyára csodának is látszik. Én is azt gondolom, hogy ha nem vagyok materialista, akkor is ezt lehet csodának nevezni, de nem az arra a csodára gondolok, ami a materialista felfogásból adódik, hogy a fizikai törvényeket megszegi, hanem itt arról van szó, hogy az élet az azzal foglalkozik, hogy a fizikai törvényeket módszeresen kiátsza, hogyha úgy veszük, de igazából, hogy irányítsa. Mégpedig értelmes és nagyszerű és csodálatosan nagyszerű célok felé. Tehát ez az alaptermészet a világnak. Ez egy mélyebb valóság. Az anyag az csak a jéghegynek a csúcsa. Mögötte ott van az az élet és az az értelem, ami a valóságnak a meghatározó alapját jelenti. És egy tinédzsernek, vagy egy fiatal embernek, egy fiatal hölgynek, mivel ajánlanád ezt a könyvet igazán? Tehát hogyan tudnád megragadni az ő figyelmüket arra, hogy megvásárolják ezt a könyvet esetleg? Igen, hát hogy fedezzék fel az életet, hogy az élet nem csak abból áll, hogy anyagcsere és szaporodás, reprodukció, ahogy ezt mondják, hanem az életnek a lényege az a döntési szabadság, a döntésképesség, és az a kozmikus felemelő erő, ami az egész világegyetemet és minden élőlényt átjár. És ennek a kettőnek a kapcsolata az, tehát van egy irány nélküli teljesen szabad döntésképesség, a szabad akarat, és van egy az életnek a fő országútja, ami egy kozmikus országút, az egy felemelő, magasabb irányba vezető út, és hogyha a szabad döntéseinket arra használjuk fel, hogy segítsük ezt a felemelő útra találást, ugye akkor az életünk meghatványozódik, a hatékonyságunk, a boldogságunk, az örömünk, az életvezetési képességünk, az érvényesülésünk, a pályaválasztásunk, a párválasztásunk, mind elképesztő módon összhangba kerül, és az összhang éppen azt jelenti, hogy sokkal hatékonyabb lesz. De mondjuk mondhatok egy olyasmit is, hogy mivel az első sejtet a Földön a nap cselekvő fénye építette föl, és az élet, az egész evolúciót a nap fénye irányítja és táplálja, az emberi szellemnek a kifejlődését, az emberi értelem kibontakozását a nap fénye táplálja, az a táplálkozás, amit először ugye a növényi élet jött létre, az állati élet, és a növények azok közvetlenül napfénnyel táplálkoznak. A napfény nem csak anyag és energia, és nem csak információ, hanem olyan információ, ami életépítő, az élet érdekében cselekvő, tehát egy cselekvő fény rejlik ott, egy életsegítő, életbarát cselekvő fény rejlik minden növényi sejtben, közvetlenül a naptól kerül bele a növényekbe, és a mi növényekkel táplálkozunk, vagy állatokkal, akik növényekkel táplálkoznak, és ez azt jelenti, hogy a napfény kerül be a sejtjeinkbe, tehát tulajdonképpen, hogyha a nap él, vagyis egy magasabb kozmikus élőlény, tehát napisten, akkor mi tulajdonképpen a táplálkozáskor egy vallásos cselekedetet hajtunk végre, mert a napistent vesszük magunkhoz. És ezt az égi ember tudta, hogy a táplálkozásban van valami spirituális, kozmikus kapcsolat,
és ezt a táplálkozásig terjedő kozmikus kapcsolatot tudatosítanunk kell ahhoz, hogy azt a boldogságot, ami egyébként a táplálkozásnak egy természetes velejárója, ezt is valahogy teljesebben át tudjuk élni, az egész életünket ennek az örömforrásnak, az életnek az igazi boldogító erőforrásaira való rákapcsolódással tudjuk élni, és a mai fiataloknak ebben nagyon sokat szenvednek lelkileg, amiatt, hogy az uralkodó hatások rendkívül sok oldalról az anyagias szemlélet felé terelik őket, és nagyon fontos látni, hogy kapjanak a másik oldalról is a hatásokat, és hogy lássák azt, hogy na most hogyan lehet dönteni. Én hallottam rendkívül sok fontos szempontot, ami az anyagiak jelentőségét támasztja alá, na most kaphatok egy másikat, és utána ezt a másik szemléletet, ami szintén tudományosan megalapozott, sőt még jobban megalapozott, utána el tudom dönteni, melyik utat válasz, melyik szemléletet, melyik világkép alapján, világképre építsem az életemet. Természetközpontú, életbarát életet szeretnék élni, vagy nem baj, hogyha tönkre megy az életem, de legalább de megpróbálok minden áron minél magasabb fizetést elérni. Most így a beszélgetésünk végén, mi lenne az a néhány gondolat, ami szerinted fontos, hogy ne maradjon ki ebből az interjúból? Tehát tessék, most amit át szeretnél adni, ami nem kérdeztem meg tőled, itt a lehetőség, hogy most a nagy közönséghez eljusson. Ha nincs semmi probléma, de mégis itt a lehetőség. Igen, tehát úgy gondolom, hogy érdemes azt is meggondolni, hogy az ókori Görögországban, amikor Anaxagorasz először felvetette azt, hogy a nap az nem egy isten, hanem az egy izzó szikla, egy izzó érc, uh-huh. akkor halálra ítélték, mert akkor a istenkáromlásnak számított. Uh-huh. És a gyerekek, a kisgyerekek, amikor rajzolnak, majd nagyon sokszor napot rajzolnak a képeikre. Uh-huh. Világszerte ez egy világjelenség. Magyarországon is kimutatták, hogy a gyerekek ösztönös belső kapcsolatban és egy ép és boldogító kapcsolatban állnak a nappal. A könyvemben bemutatom azt, hogy a növények milyen hihetetlen bensőséges kapcsolatban állnak a nappal. A tavaszi újjászületés például egy elképesztő, szinte csak a költők tudják. Költőkben maradt annyi fogékonyság a lelki eltompulás évszázadai után, hogy azt a tavaszi újjászületést, amiben az életnek a lebírhatatlan hatalma újra és újra a növényeket arra kibontakozásra bírja, hogy ez milyen érzésvilág rejlik a növényvilágban. Na most, hogyha elfogadatlanul szeretnénk vizsgálódni, hogy mi a mai világban, a fiatalok, a mai ember, a mai világ szemüvegén keresztül nézi, a mai világ előítéleteivel tekint a napra is. Uh-huh. Még akkor is, hogyha tudja, hogy hát ez egyáltalán nem biztos, hogy a nap az csak annyi, mert amit tapasztal mindenki napozás közben például, az azért egy olyan lelki élményét tud válni, és sok más tapasztalat is azt mutatja, hogy a nap sokkal több annál, hanem egy boldogító érzés. Mert amikor kimegyünk, amikor fölragyog a nap, akkor a kedvünk is fölragyog. Hogy lehet az, hogy ilyen bensőséges kapcsolatban állunk egy 150 millió kilométerre levő izzó gázgömbbel? Ugye, hogyha nincs az a neonfény, ami olyan erős, bármilyen erős legyen, ami olyan boldogító hatást tud elérni, mint az a 150 millió kilométerre levő izzó gázgömb. Mitől van az? Akkor nem csak a fényétől van, valami mást is kell, hogy tudjon. És ez a más, ez életfontosságú a kisgyereknek, életfontosságú a növénynek, életfontosságú az állatnak, életfontosságú volt az ősi embernek, annak a magas lelkiségű embernek. Csak az elmúlt évszázadokban a materializmus nyomására tompult el bennünk valami. Nem akarjuk visszaszerezni ezt az érzékenységet, ezt a fogékonyságot? Ami ahhoz kell, hogy jobban tudjunk szeretni, jobban tudjuk az életünket szeretni, a gyerekeinket, a feleségünket, a barátainkat, a szeretteinket. Nem akarjuk ezt megérteni, ezt fölfogni, hogy érdemes nyitottságot tanúsítani ebben az ügyben. És ugye legvégén, amikor én nézegettem tőled az alkotásaidat, műveidet, és CD-ken is láttam mindig, hogy Attilát, azt máshogy írod. Mi ennek a sztória, ha egyáltalán meg lehet osztani velünk ezt? Írtam egy könyvet Attila és a Hunok címmel, és a könyvnek a szaklektora, Bakai Kornél, azt tól megkérdeztem, hogy hogyan kell írni, és azt mondta, hogy egy tével és két ellen. Uh-huh.
és hogy miért, azt nem tudta megmondani. Mindenesetre én úgy írtam Attila nevét, ahogy ő mondta, de a saját nevemet pedig úgy, hogy a személyigazolványban volt beírva, és 2 évvel egyenlel. Viszont még abban az évben, a könyv megjelenése után tudomást szereztem arról, hogy Attila korából fönnmaradt egy görög nyelvű pénzérme, amin 1 T-vel és 2 L-lel szerepel a görög ABC írásában, a görög betűkkel, és azt tudom olvasni. És akkor Attila 1 T-vel, 2 L-lel, úgy, ahogy mi is mondjuk, és a törökök is. És akkor meggondoltam egy pillanatra, hogy Attilának volt egy kortársa, a görög Écius. Az Éciusnak a neve szintén A-val kezdődik, szintén T az első más alhangzó, szintén I követi a T-t, mint az Attila névben, de azt nem azt mondjuk, hogy Étius, hanem azt mondjuk, hogy Écius. Mert a latinban az I lágyítja a T-t. Tehát, hogy mivel a latin vált uralkodóvá, és nem a görög, ezért a Nyugat-Európában ahhoz, hogy T-nek ejtsék úgy, ahogy a magyarok mondják, ahhoz nekik meg kellett kettőzni a tét. És ez a latinos írásmód terjedt el. Nálunk ugyan a kiejtésben megőrződött az, hogy a tovább is az Attila, mindenki úgy mondja, de most már, hogy így tárgyi bizonyítékot is találtam, és meg is értettem, most már azóta én így használom, így helyesebb. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzám. Én is nagyon köszönöm a gondolatainkat. Vegyétek, ügyétek. Sziasztok!